Az 1956-os forradalom és szabadságharc áldozataira emlékezünk minden év november 4-én. A szovjet csapatok 67 évvel ezelőtt ezen a napon vonultak be Magyarországra, és a forradalom leverése ezzel megkezdődött. A kőbányai önkormányzat is megemlékezett az áldozatokról a Pongrácz közösségi háznál elhelyezett emléktáblánál. D. Kovács Róbert Antal, Kőbánya polgármestere ünnepi beszédet mondott. Egy nép kiáltott, aztán csend lett. Tisztelt megemlékezők! Segítsetek, segítsetek, segítsetek! Vigszanzott órákon át az éterben a szabadság utolsó magyar hangja. Aztán csend lett, évtizedekre csend lett. Lepedált Veronika, a 9 kőbányai srác és a többi mártír jajkiáltását elnyomta a hidegháborús kötéltánc marajlása. Magyarországra pedig az árulók és az őket kisegítő megszállók hideg csendje borult. Tudták jól, hogy ha magyaroknál egyszer betelik a pohár, és harcolni kezdenek a függetlenségükért, maguktól nem adják fel a küzdelmet. Csak a túlerő törheti meg őket. Így volt ez 1849-ben, és így volt ez 1956-ban. Kedves kőbányaiak! 1956 adventjén az üszkös, fagyos Budapest csendjébe néma kiáltás hasított bele. December 4-én a szabadságharc eltiprásának első hónapfordulóján fekete ruhás nők gyülekeztek a Hősök terén. Csak jöttek és jöttek anyák, nővérek, feleségek, menyasszonyok. Szemükben könny, kezükben virág, ajkukon a himnusz. Siratták a fiaikat, a férjeiket, a fivéreiket. Hogy ebben a gyászmenetben voltak-e olyan nők, akik a Pongrácz településre érkeztek, nem tudjuk. De joggal feltételezhetjük, hogy igen, hiszen a Pongrácz telepieknek is volt kit gyászolniuk. Ez a márványtábla 10 kőbányai fiatal emlékét őrzi. Egy nőjét és 9 férfiét, vagy inkább srácét. Lepedált Veronikával otthonának lépcsőházában végeztek a megszállók. Nem tett félreérthető mozdulatot, amikor kinézett az ablakon, egyszerűen csak kíváncsi volt a Pongrácz úton vonuló vörös hadseregre. A fiúk története máig tisztázatlan, és az idő múlásával egyre fogy az esélye annak, hogy a kérdéseinkre hiteles választ kapjunk. Lehet, hogy harcolni indultak 1956. november 6-án, és rálőttek a felüljáróról a szovjetekre. Ha így cselekedtek, azt tették, amit más szabadságharcosok. A hazájukat védték az agresszióval szemben. Valószínűbb azonban, hogy nem harcolni indultak, hanem élelemért mentek. Ha így volt, halálukra nincs magyarázat és mentség. Ha így volt, haláluk háborús bűncselekményekkel felérő gyilkosság volt. Tudom, hogy egyesek fejében akár az is megfordulhat, hogy Lepedált Veronika és a 9 kőbányai srác rosszkor volt rossz helyen. Csak hogy ők otthon voltak. Otthon egy olyan országban, amelynek népe szabad és független akart lenni. Rosszkor és rossz helyen csak a gyilkosaik lehettek. Nekik 56-ban és a következő évtizedekben sem lett volna keresnivalójuk Magyarországon. Rosszkor és rossz helyen a megszállók magyar csatlósai voltak, akik szükségét érezték egy második magyar Golgotának. Bármennyit is púlt a későbbiekben az általuk irányított rezsim, az elhallgatás csendjét nem engedték megtörni. Ordító volt ez a hallgatás. Azt ordította 33 éven át a hideg csendbe, hogy a rezsim bűnben fogant. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ha egy rezsim bűnben fogant, az életben maradáshoz és az ősbűn elleplezéséhez újabb bűnöket kell elkövetnie. Kezdték a megtorlásokkal, majd folytatták a megfélemlítésekkel és a kollaborációval, hazudozással. Generációkat kábítottak népellenségekkel, fasiszta ellenforradalmárokkal és imperialista ügynökökkel. És közben minden évben rettegtek a június 16-ától, az október 23-ától, sőt, rettegtek a saját születésnapjuktól, november 4-től is. Rettegtek a bátraktól, akik nem voltak hajlandóak elhallgatni az ősbűnt. Rettegtek attól,
hogy idővel a bátrak szava lesz a döntő. Rettegtek Márai igazságától, aki a sortüzek és az akasztófák árnyékában is látta a fényt. Aki így zárta 1956 karácsonyán írt fájdalmas, mégis reményteljes versét. Angyal, vidd meg a hírt az égből, mindig új élet lesz a vérből. Abban az évben, amikor a bűnben fogadt rezsim krisztusi korba lépett, Márai szavai beteljesedtek. A rezsim magaslatra ért. De ezen a magaslaton elfogyott a számukra a levegő. Ez a magaslat azok számára hozott új életet, akik évtizedeken át vitték a vállukon és szívükben 56 örökségét. A szabadság és függetlenség iránti vágy keresztjét. Azt, aminek mi és gyerekeink, unokáink ma már természetes részesei vagyunk. Erre emlékeztet ez a márványtábla is. Hogy amikor a fiatal áldozatok halálának évfordulóján fejet hajtunk az emlékük előtt, eszünkbe juttassa az örökséggel együtt járó kötelességünket is. Hogy többé soha, semmilyen korban nem engedhetjük, hogy a szabadság lángja kialudjon. Az ünnepi megemlékezésben a Színárt társulat két tagja, Bocskai István és Cető Ádám működtek közre. Ki így születtem és mégsem ismertelek, ki szerettelek és mégis ócsároltalak, bocsáss meg tévejgő fiadnak, dicső városom Budapest. Hogy is hihettem rólad, szülővárosomról, hogy olyan vagy, mint a többi, egy város a városok között. Jártam köveiden, és elhittem, hogy a kövezet közlekedésre való. Ültem a villamoson is, azt hittem, hogy a villamos utazásra szolgál. Számos házadban megfordultam, és azt hittem, hogy e falak közt élni, enni, inni, lakni lehet csak. Nem tudtam, hogy ezek az ablakok lőrések. A villamosokból barikádokat lehet rakni, és ezeken az utcákon rohamra menni, harcolni, és győzni is lehet. Az ünnepség végeztével az emléktábla és az elhelyezett koszorúk előtt mindenki főhajtással lerótta tiszteletét az áldozatok emléke előtt. Széles a föld, magas az ég, mérföldes csizma sem elég, de egy csepp föld vár mindig rám, ez itt az én hazám. Kőbányán a kerület iskolái évek óta mérik összetudásukat diákolimpia keretein belül. Most a Kösziben ünnepélyes keretek között hirdették ki az elmúlt év nyertes csapatait. A győztesek kupát és oklevelet kaptak, melyeket a kőbányai önkormányzat képviseletében Dékovács Robert Antal és Radványi Gábor adott át, valamint egy igazi példakép Nyéki Balázs, a Fradi vízilabda csapatának vezetőedzője. Kőbánya sok tekintetben a legek kerülete. Kőbányán van Budapest legnagyobb közparkja, a Népliget például. Kőbányán van Magyarország legnagyobb lóversenypályája, a Kincsenparkban. A Szent László templom tornya a legmagasabb önálló templomtorony. A bazilika magasabb, ugye az a kupola, de önálló templomtoronyban a Szent László templom tornya a legmagasabb. És lehetne folytatni a sort még sok-sok mindennel, de nekünk vannak székütizéseink, hogy további legeket tudjunk a magunkénak. Nem feltétlenül az épített környezetünkben, hiszen az Árkád bevásárlóközpont is a legnagyobb, hanem valami egészen másban. Hogy bátran mondhassuk azt, hogy Kőbánya nem csak a főváros legzöldebb kerülete, mert bármi hihetetlen, de ez így van, hanem Kőbánya a főváros legsportosabb kerülete. És ahhoz, hogy ez így legyen, ahhoz sokaknak sokat kell tenni. Sokat kell tenni egészen picikorban, amikor még óvodások vagyunk, vagy amikor iskolába járunk, óvodába járunk, egyáltalán a teljes életszakaszban, hiszen felnőttként is tenni kell azért, hogy a legsportosabbak lehessünk. És miért kell a legsportosabbak lennünk? Mit gondoltok, mi lehet annak az egyenes következménye? Nem teljes egészében ettől függ, de majdnem, hogy a legegészségesebbek legyünk. Tehát az egészségünk egyik fontos alapja, tényezője, a genetika, a génjeink mellett, a táplálkozásunk mellett, az életmódunk, hogy mennyit mozgunk. És Kőbányán szerintem jó úton járunk, de még messze a cél. Jó úton járunk, mert követtem a millió lépés az iskolárért programot,
Én benne voltam a programban, számoltam is, és büszke voltam a kőbányai iskolákra, mert mindegyik iskolánk megkerülte ötször az ötkört, tehát elegendő számú lépést szereztünk ahhoz, hogy a sorsoláson részt vegyünk, és három iskolánk sikerrel szerepelt a sorsoláson, és nyert támogatást az Aktív Magyarországért államtitkárságtól. Volt olyan iskolánk, amelyik versenyben volt sokáig az első helyért is, a Szent László gimnázium. Szeretném, most útjára indult újra a mozgalom, hogyha egy év múlva találkozunk, akkor mindenkinek a magasban lenne a keze, és azt mondaná, hogy benne voltam a mozgalomban, és Kőbánya ott van a legekben ebben is. Mert nem önmagában persze az eredmény az érdekes itt sem, hogy ott legyünk az első 10-ben, 20-ban, a legtöbbet gyalogoljuk, hanem tettünk ezzel a közösségünkért, meg tettünk önmagunkért valamit. Erre biztatnálak benneteket. És igazából azzal, hogy ti itt vagytok, hogy sportoltatok, eredményeket értetek el, akár egyéni eredményt, csapateredményt, vagy egyáltalán részvétele után járó díjat, azt mutatja, hogy ti szerettek mozogni. Ezt kellene továbbadni. A Diák Olimpián a kerület 10 általános iskolájának 1446 tanulója, és 6 középiskolájának 326 tanulója vett részt. Az iskolások 14 sportágban mérhették össze tudásukat. A 2022-es és 23-as tanév diáksport eseményeit díjaztuk a mai nap folyamán. Ahogy szoktam mondani, földön, vízen, levegőben jók voltak a gyerekek, tehát volt atlétikától kezdve kötélugráson át, függeszkedésen keresztül az összes labdajáték, kihasználtuk a kerület adottságait, kihasználtuk az új hegyúszoda, új strandjának az adottságát, tehát még strandröplabdába is összemérték a gyerekek az erejüket. Én úgy gondolom, hogy itt Kőbányán nagyon nagy hagyománya van itt a diáksport életnek, tehát szemben több délpesti kerülettel itt Kőbányán abszolút mértékben nagyon jól működik. Ez köszönhető az önkormányzatnak is, köszönhető az intézményvezetőknek, köszönhető a testnevelőknek, akik nagyon komoly munkát tesznek bele ebbe, és próbálják átadni a sport szeretetét a diákoknak. Ahogy itt láthatjuk így társadalmi szinten, ugye itt a konzolok nagyon, meg ezek az okostelefonok nagyon átvették a fiataloknál a szerepet, a social media felületek, stb. Tehát nagyon nehéz már rábírni a gyerekeket a sportolásra, de úgy gondolom, hogy Kőbánya ebben is előjár. Itt a diáksport példáján is lehet látni, hogy az alsósokat is megmozgatjuk, a felsősök is jönnek, sőt, még a középiskolások is részt vesznek ezeken a versenyeken, úgyhogy hogy próbálkozunk ezekkel szembe menni, ezekkel a konzolokkal. A meghívott vendégünk Nyéki Balázs volt, a válogatott másodedzője, aki ugye 2023 nyarán világbajnokok lettek a vízilabda sportágban. Ő a Ferencvárosnak most a vezetőedzője. Nyéki Balázs az újhegyi úszodába kezdett el úszni nálunk, tehát ez a kőbányai kötődése, valamint amikor már nem volt teljesen aktív, akkor nagyon sokszor jött leúszni, és onnan is az ismeretségünk, de nagyon jó ismerősök vagyunk, és ismerjük egymást ezer éve, ezért bátorkodtam őt meghívni. Úgy gondolom, hogy a gyerekeknek egy nagyon jó példa, illetve hát azért mégiscsak egy világbajnokkal találkozni, azért nem mindennapi esemény. Nyéki Balázs vízilabdaedzőt arról kérdeztük, mennyire látja motiváltnak a gyermekeket a sportolás iránt. Szerintem nagyon motiváltak, és én azt láttam, hogy szerencsére a szülők is motiváltak, mert nagy lelkesedéssel támogatják a gyerekeket a sportkarrierjükben, úgyhogy én úgy látom, hogy örömmel űznek minden sportot, amit szeretnének csinálni. Ön edzőként hogyan tudja akár egy nehezebbi periódusban motiválni és többre sarkalni a sportolói? Ez mindig attól függ, hogy mi az a nehézség, ami alakul az életében. Elsősorban szerintem edzőknek beszélgetniük kell a gyerekekkel, játékosaikkal, hogyha beszélgetnek, akkor kiderülnek azok a problémák, amik éppen gyötrik őket, és hogyha abba tud segíteni, hogy valamilyen megoldást talál rá, vagy pici ilyen apa modellt mutat nekik, az mindenképp jó tud lenni, hasznos tud lenni a gyerekek életében. Mi lehet a siker kulcsa egy sportoló életében? Elsősorban a kitartás. Rengeteg munka kell, hogy a munka mellett pedig az a szülői támogatás az nélkülözhetetlen. Mint említettem, hogy a szülők is elég motiváltak, szeretnék látni a gyerekeiket felnőni sportolóként. Ezek jó dolgok, és ha megkapják az otthoni közegben ezt a támogatást, akkor általában sikeresek is lehetnek. Az egyik legtöbb kupát bezsebelő iskola a Szent László általános iskola csapata volt. Az iskola tanulói temérdek sportág versenyén kipróbálták magukat, melyekben igazán jól is szerepeltek. Az intézmény testnevelő tanárai örülnek ennek, hiszen az iskolai mindennapokban is a sportolásra és annak szeretetére próbálják motiválni diákjaikat. Nagyon széles körű az a foglalkozás, amivel mi a gyerekeket próbáljuk a iskolán belül is
testnevelés szeretetére és a mozgás szeretetére oktatni, nevelni. Úgyhogy ez a több sportágban nyert kupa tulajdonképpen ennek szól, hogy kollégáimmal együtt, ez nagyon fontos hangsúlyozni, hogy nem egyedül én viszem a hátamon az iskolát, hanem kollégáimmal együtt nagyon széles körben foglalkoztatjuk a gyerekeket különböző sportágok alapjainak az elsajátításában. Ami számunkra nagyon-nagyon értékes, az mindig a kerületi szinten is a legtöbb csapatot indul, az az atlétika, és utána a labdajáték, az pedig egy ilyen összetett, tehát ott a labdarúgás, kosárlabda, floorball, röplabda, szivacs kézilabda is volt már tavaly, illetve strandröplabda. Itt minden egyes sportágban indultunk, és hát többnyire eredményesek voltunk. Emiatt nyerhettük ezt a sok-sok kupát. A gyerekek mennyire voltak lelkesek abban, hogy részt vegyenek a Diákolimpia versenyszámain? Hát szerencsére nálunk ezzel nincs gond, tehát nagyon szívesen jönnek, hál' Istennek, és hát így meg még szívesebben, hogy sikerre halmoznak, és akkor tényleg mindenki olyan élményben megy haza, hogy bátran mesél, hogy hú, ma is nyertünk, majd persze hát vannak vereségek is, az belefér, de hát összességében azért nagyon jól jött ki ez az év, hál' Istennek. Még ezt a gyerekekre visszatérve szívesen vesznek részt ezeken a versenyeken. Az iskola csapatának tanulói rendszeresen sportolnak és járnak versenyekre. Az életükben fontos szerepet tölt be a mindennapi sport. Mindig is hiperaktív gyerek voltam, és le kellett kötnöm az energiát, és ezt több sportágban is megtaláltam. Hát nagyjából nekem is. Miért éreztétek úgy, hogy a Diákolimpiának a versenyszámain részt szeretnétek venni? Igazából ezt nekünk a tanárunk ajánlja mindig fel, és mi mindig szíves örömmel fogadjuk, kicsit félénken, de mindig fogadjuk szívesen. Milyen sportágokban vettetek részt? Én floorball, röplabda, és igazából ennyi. Én magasugrás és atlétikában. A Kösziben megtartott díjátadó ünnepségen minden gyermek boldogan vette át a megnyert kupát és oklevelet. A szervezők remélik, hogy a Diákolimpia évről évre sikeresebb lesz, és minél több gyereket fognak tudni mozgásra ösztönözni ezáltal. Polgármesteri fogadóra a megválasztott válaszol méghozzá egy olyan kérdésre először, hogy tulajdonképpen a nyilvánvaló dolgokat mennyire kell ismételgetni Kőbányán, és ezek közé tartozik a járdák állapota, illetve járhatósága, mert ugye az önkormányzat honlapján egy figyelmeztetés van a tisztelt kőbányaiaknak, hogy megvan ez a felelősségük. Ennyire állandóan kell emlegetni ezt a dolgot? Mindig el kell mondani. Valahogy nehezen megy ezt, hogy megtanuljuk, hogy kinek mi a dolga, feladata, kötelessége a városban. Márpedig minden ingatlan tulajdonosnak tisztán kell tartani az előtte lévő területet. Nem csak a lombot kell felsöpörni, az avart, hanem télen pedig síkosságmentesíteni. Most egy ilyen időszak következik, ezért ezt különösen fontos elmondani. Persze, mikor erről beszélünk, akkor rögtön megfogalmazódik sokak fejében, hogy na jó, de hát az önkormányzat miért nem teszi rendbe az utakat, járdákat, előbb végezze elő a kötelességét. Most is dolgozunk járda megújításon 21 utcában, de óriási a terület, nagyon hosszú a kőbányai járdahálózat. Az úthálózatról pedig mindig el kell mondani, most a jégpálya építése kapcsán kaptam egy mondatot, hogy miért nem utakat építünk. Minden olyan útépítés, amelyet az emberek kifogásolnak, fővárosi feladat. Ezt sem tudjuk elégszer elmondani, hogy nem a kőbányai önkormányzat kötelessége. Jégpályát említett, ezek szerint akkor megint lesz korizás? Hát bízom benne, hogy nem a vízipóló meccseket kell majd megszerveznünk. A december elejé időjárás az még elég enyhének tűnik az előrejelzések szerint, de készülünk. Hagyományosan most már egy évtizede építünk legalább egy jégpályát a téli időszakban. Most is készül a hivatal előtt. Mindig egy kicsi pluszt igyekszünk belecsempészni. Most is egy picivel nagyobbat álmodtak meg a tervezők. Bízom benne, hogy a téli időszak valóban téli lesz, és ki is tudjuk használni. A téli időszak egyúttal legalábbis az elején ünnepi időszak, és a kőbányai önkormányzat mindig nagyon odafigyel arra, hogy kellő
tisztelettel, méltósággal, áhítattal lehessen közös terekben is ünnepelni. Idén mi lesz? Idén is készülünk az advent időszakra. A Nagycsaládosok Szent László Egyesülete újra alkotja a betlehemes installációt, készülnek az új bocik, a jászol kislakója, de ünnepi fényekbe öltöztetjük majd a városközpontot, illetve a város egyes részeit, és készülünk programokkal is. Ismét ki fogjuk nyitni az első adventi vasárnapon a polgármesteri hivatal épületét, és ott szervezünk különböző foglalkozásokat, sőt készülünk meglepetéssel is egy idei újabb programmal. Szeretném majd aktívan vendégül látni az érdeklődő gyermekeket az irodában nálam, és ott egy kicsit beszélgetni arról, hogy hogyan is zajlik az élet a városban, hogyan zajlik a karácsonyi időszak a városban. De hirdetünk mézes kalácsütő versenyt és sok egyebet még, tehát kíváncsian várom, hogy idén majd hányan csatlakoznak, de bízom benne, hogy örömteli lesz és sokan. Ha már említette, hogy ugye megosztja majd a polgármesteri funkció, feladat, hivatás bizonyos dolgait gyerekekkel. Mik a fő pillérek egy polgármester esetében? Hát ez nagyon egyszerű, olyan, mint egy nagy családnak a kormányzása, tehát megvannak a napi feladatok, a mindennapi élet feladatai, a város életének a szervezése. Persze a felelősség megoszlik, hiszen nem csak a városházáról kell lesz szervezni, hanem a főpolgármester hivatalból is, kormányzati funkciók, különböző nagy cégek, állami vállalatok befolyásolják az életünket, szervezni a mindennapokat, és odafigyelni egymásra. Én nagyon leegyszerűsítem, nyilván ennél sokkal bonyolultabb, hiszen a kerület szabályozási terveivel kell foglalkozni, különböző beruházásokat előkészíteni módon, vagy akár bérlakásgazdálkodást folytatni, szociális támogatási rendszert működtetni, tehát szertágazó a feladatok köre. De valóban kicsit olyan ez, mint amikor a családon belül gazdálkodunk és oldjuk meg a feladatainkat. És ugye az egészségügy is bizonyos szegmensében ide tartozik az önkormányzathoz. Annak idején szó volt arról, hogy az újhegyi rendelő az így körülbelül az ünnepi időszakra ismét majd fogadja a saját orvosait, illetve dolgozóit, meg hát persze a kőbányaiakat, így lesz. Így lesz, elkészültünk, megtörtént a műszaki átadás átvétel, készítjük elő a költözést. November 20-24-e táján vissza fognak költözni a gyermekorvosok, háziorvosok, felnőtt háziorvosok, és november legvégén, illetve decemberben már ott fogadják a pácienseket. Röviden még arról, hogy ugye így az év vége felé közeledve azért bár nem kell elszámolni még a költségvetéssel, de azért gondolom rápillantanak, hogy hogy áll az önkormányzat. Muszáj foglalkoznunk vele, készítjük az átmeneti költségvetést. Mi ezt a gyakorlatot követjük hosszú ideje. A hónap első, az év első két hónapjára átmeneti gazdálkodási szabályokat alkotunk, és ebben a két hónapban elkészül majd a végleges költségvetésünk, de készülünk már, összegezzük azt, hogy ezt az évet hogyan tudjuk zárni, milyen tartalékok képződtek, szerencsére elégséges, úgyhogy már az átmeneti költségvetésbe is be fogunk építeni olyan beruházásokat, amelyeket el fogunk indítani évelején. Most, amikor beszélgetünk, ezen a napon a Közlekedési Múzeumban egy egész napos kerékpáros megmozdulása, úgy tetszik, egy szakmai és civil szervezetes konferencia sorozat lesz, és a téma természetesen a kerékpározás. Nagyon jó helyen van itt, adekvát helyen Kőbányán, hiszen itt az önkormányzatnak is szívügye. Ez a tanácskozás hozhat-e valamit Kőbányának? Bízom benne, hogy minden tanácskozáshoz mindig tanulunk, egy kicsit tapasztalatokat gyűjtünk, újszerű megoldásokra figyelhetünk föl. Számos ilyen eladáson részt veszünk klíma stratégiával kapcsolatban, klímabarátok
klímabarát önkormányzatok szövetségének a gyűlésein, de akár a zöldfelett gazdálkodás jövőbeni lehetőségeit is szakértőkkel vizsgáljuk, tehát minden alkalmat megragadunk, hogy tanuljunk, és a máshol már felhalmozott tapasztalatokat beépítsük a mi működésünkbe, úgyhogy bízom benne, itt is sikerül majd tanulni. Köszönjük szépen, jöjjön máskor is. Köszönöm szépen. Kőbányán az Eiffel Műhelyház ezúttal nem a zenei élmények, hanem a jövő technológiájának helyszíne volt. Az autopront.hu és a Magyar Gépjárműipari Egyesület közös szervezésében került megrendezésre a Fenntarthatóság útján az Autóipar című konferencia, amelyet Kilián Csaba, a MAGE ügyvezető főtitkára, és dr. Nagy Ádám, a Gazdaságfejlesztési Minisztérium iparügyekért felelős helyettes államtitkára nyitott meg. A három szekcióból álló járműipari szakmai találkozón a mesterséges intelligencia gyakorlati kihívásai, a hatékonyság és a fenntarthatóság kapcsolata, valamint az önvezetés és az elektrifikáció témákban hallhattak előadásokat, és szerezhettek az alkalmazáshoz nélkülözhetetlen információkat a résztvevők. A konferenciát a szervezők részéről megnyitó Kilián Csaba, a Magyar Gépjárműipari Egyesület főtitkára kiemelte, hogy a rendezvény az autóipar legújabb, leginnovatívabb fejlesztéseibe ad betekintést, bemutatva azt, hogy a mesterséges intelligencia, a digitalizáció, az elektrifikáció hogyan nyit új utakat, lehetőségeket az ipari termelésben és a fenntarthatóság területén. A főtitkár rövid helyzetképet is adott. Azt hiszem, hogy még nagyon az elején tartunk azért az autóiparban, bár vannak olyan cégek, akik mondjuk inkább a nagyobbak, az OEM-ek és a Tier 1, Tier 2-es cégek, ahol nagyon komoly fejlesztések vannak már, és megfigyeljük, hogy mind a gyártásban, termelésben, mind a tervezésben ott van már a mesterséges intelligencia, és különböző stratégiákat is felállítanak, hogy hogy lehet még inkább hasznosabbá tenni a különböző termelési folyamatokban. Természetesen itt a munkaerő oldaláról is ugye megjelentek különböző megoldások a mesterséges intelligencia oldalán, illetve megjelentek különböző félelmek is a munkaerő oldalon, hogy vajon kiszorítja a mesterséges intelligencia a dolgozókat, és kevesebb munkaerőre lesz szükség. Itt elhangzott az előadások során is, hogy inkább a képzésre kellene nagyon sokat fektetnünk be annak érdekében, hogy megértsék, hogy mire használható ez a mesterséges intelligencia, és talán a mesterséges intelligencia igenis hozzájárul ahhoz, hogy még hatékonyabban tudjanak termelni, gyártani, fejleszteni a magyar mérnökök. A kőbányai Continental gyár mérnökei vastagon érintettek ebben a folyamatban, ahogy Keszter Róbert ügyvezető részletezte is a konferencián. Continental Budapesten egy nagyon nagy munkaadó, 2500-an vagyunk a kőbányai gyárunkban, és 300 kollégánk dolgozik itt Budapesten, többnyire egyébként home office-ból, azon, hogy mesterséges intelligenciával a vezetés támogató rendszereket fejlesztenek. Ezek olyan mesterséges intelligenciák, amelyeket a kamerarendszereinkbe installálunk, és akkor a kamerarendszerbe segítenek nekünk fölismerni a közlekedési táblákat, a jelzőlámpát, a gyalogosokat, a sávokat, a körülöttünk lévő autókat, tehát ennek a környezetnek a felismerésén dolgoznak a kollégáink, és ezek olyan megoldások, amelyek ma már kint vannak a közúton a széri autókban. Merre van előre? Tehát az ember már manapság is úgy gondolja, hogy hát most már aztán tényleg annyi minden van, ilyen típusú fejlesztés, hogy mit lehet még hozzátenni. Több dimenziója van a dolognak, az egyik a technikai fejlődés, tehát technikailag tudjuk ezeket a rendszereket pontosabbá tenni, megbízhatóbbá kell tenni, illetve jobban összekötni egymással, hiszen ma a vezetéstámogatás az különálló rendszerekből tevődik össze, és akkor ezek egyszer össze fognak érni egy egységes rendszerre, és akkor lesz ugye az önvezetéskor, amikor ezek a vezetéstámogató rendszerek ki fogják váltani a legnagyobb veszélyforrást, az autóban a vezetőt. Ez az egyik irány. A másik pedig ugye nyilván ebben az iparágban nagyon fontos a költségcsökkentés. Minél megfizethetőbbé kell tennünk ezeket a rendszereket, hiszen jelen pillanatban elsősorban a felső kategóriás autók azok, amik fel vannak szerelve ezekkel a rendszerekkel, és szeretnénk, ha ehhez mindenki hozzáférhetne, szeretnénk, hogyha ez a legegyszerűbb autókban is ott lehetne ez a technológia. A konferencián izgalmas panelbeszélgetésre is sor került. A téma
továbbra is a mesterséges intelligencia volt. Nagyon sok szeretettel és üdvözlettel köszöntök én is itt mindenkit, tehát Barta Gergő vagyok a Deloitte-tól, és gyakorlatilag én a kibervédelmi kockázatkezelési osztályon vagyok vezetőmenedzser, és a mesterséges intelligencia Risk Ethics and Governance csapatot vezetem. És gyakorlatilag én inkább a mesterséges intelligencia kockázatkezelésével foglalkozom, és ami most elég jelentős, és így az előző hónapokban így a projektjeim mellett lekötötte gyakorlatilag az időm nagy részét, az egy átfogó magyarországi mesterséges intelligencia térkép, illetve kutatás készítése. Ez gyakorlatilag novemberben fog megjelenni, és több mint 130 szervezettel készítettünk mély interjút, így Magyarországon elsőként, úgyhogy ajánlom szíves figyelmével a kedves közönségnek is, nem sokára ingyenesen, publikusan elérhető lesz, és le lehet tölteni, és többek között ugye az autóipar, járműipar, közlekedés, tehát hogy a releváns szektorok is szerepelnek benne. Tehát gyakorlatilag mi itt a Deloitte-on belül az én csapatom, főleg a mesterséges intelligenciának a különböző sérülékenységeit, ezeknek a kontrollokkal történő kockázatoknak a mérséklését, illetve egyéb ilyen etikai konszernyeit igyekszünk megoldani, illetve hát természetesen ilyen stratégiai szempontból is. Köszönöm szépen, és akkor György Tamás úrhoz passzoljuk a mikrofont. Szeretettel üdvözlök mindenkit, én is, az EMIK az ERT-től vagyok. A kérdésre talán nem EMIK az ERT színekben válaszolnék, talán annyit, hogy az én életemben leginkább a mesterséges intelligenciával kapcsolatos kockázatok azok, amik dominálnak tekintettel arra, hogy van olyan érdekeltségünk, ami a hadipar számára fejleszt hosszú ideje drónvédelmi alkalmazásokat, illetve az űrügynökség számára, a lengyel űrügynökség számára. Igazából sajnos a konkrét apropója az ennek az egész történetnek, ami ugye a napokban zajlik, vagy hetekben ezek a háborús események. Ezekhez nekünk vannak olyan megoldásaink, rendszereink, amik a kritikus infrastruktúrát védik. Itt nyilván pont azokat a sebezhetőségeket használják ki az ilyen támadások során, amiket azt gondolták, hogy a mesterséges intelligencia maximálisan tud kezelni. Egy érdekesség talán az, hogy azok a fejlesztések, amik nálunk ebben a szegmensben zajlanak, azok sajnos sok olyan dolgot hoztak elő, amire igazából szerintem ma még nagyon sok mindenki nem gondol, hogy képesek vagyunk távolról mondjuk kikapcsolni az elektronikát egy elektromos autóban, hogy képesek vagyunk távolról akár beavatkozni az elektromos, a mesterséges intelligencia által működtetett eszközökbe. Úgyhogy ez volt az egyik olyan konkrét dolog, ami az elmúlt időszakot meghatározta. Most, hogy ezek az események zajlanak, elég sok ilyen jellegű megkeresés is zajlik. A másik talán, ami érdekes lehet, hogy a mi cégünk, ha már az EMIK-nál maradunk, nem csak autóiparnak dolgozik, hanem világítás technikának is, és ennek keretein belül vannak különböző smart city fejlesztéseink, bár én ezt a smart city szót már annyira túl sokszor hangoztatottnak tartom. Ebben a funkcióban szintén mi inkább arra törekszünk, hogy a safe city funkciók, és itt ugye nagyon sok olyan érdekes alkalmazás van, ami ugye nekünk a különböző okos oszlopokon elhelyezett szenzorok esetében, ami egyébként egy oszlop esetében jelenleg 12 000 adatot tud gyűjteni. Ezeket a szenzorokat tudjuk arra használni, hogy bizonyos folyamatokat megjósoljunk az AI segítségével. A 2016-os körülbelül olyan 16%-os tudásról, olyan 95% körüli tudással rendelkezik a rendszer, azt illetően, hogy hogyan jósolja meg a bekövetkező esetleges bűncselekményeket, eseményeket, és így tovább. Köszönjük szépen. Akkor kedves Hajas Tamás, itt most téged hallottunk egy prezentáció erejéig, úgyhogy mi az, amit még hozzá tudsz tenni? A prezentációban még kimaradt? Igen. Üdvözlök mindenkit, Hajas Tamás vagyok, Mitsubishi Electric munkatársa, én a végfelhasználói csoportot vezetem Magyarországon. Nekünk itt a feladatunk az, hogy a nagyvállalatoknál, középvállalatoknál olyan projekteket találjunk, fejlesztési projekteket, ahol tudunk segíteni a végfelhasználónak, az integrátornak, és lehetőleg Mitsubishi Electric eszközöket vagy rendszereket is használjon a feladatok megoldásában, azért, mert az neki megtérül. Sajnos védelmi rendszerekben mi nem mehetünk, ez ilyen nagy nemzetközi szabályzás miatt.
viszont inkább gyártásautomatizálás felé kacsingatunk, főleg autóiparban és elektronikai iparban, de a life science üzletágban is vannak már sikereink. És ami nagyon fontos itt a mesterséges intelligencia oldaláról, hogy ahogy a előadásban is mondtam, itt a Mitsubishi Electricnél van egy csapata, aki Japánban ezzel a rendszerrel foglalkozik, az a MySAR technológia, és a technológia nyomán először a Mitsubishi életében, ugye 10 évvel foglalkozom ezzel, az alkotó elemekbe épültek be a technológia vívmányai, és igazából a prediktív maintenance, tehát a megjósolható karbantartásnál van az a lehetőség, hogyha a karbantartás jóslata azt mondja, hogy hamarabb kell karbantartani, mint terveztük, akkor ugye megvédi az értéket, hogy tönkre menjen. Ha meg a később, akkor megsporoltunk munkaerőt, mert kell karbantartani az eszközt, tehát ez ilyen egyszerűen jön le először. Aztán később ez, hogy amikor egyre több rendszer kell karbantartani, nagyon sok robotot, a robotok online monitoringja által, már nagyon sok alapadatunk is már jóslatot tesz lehetőséget, de igazából, ha a prediktív kártya benne van, akkor vannak olyan adataink, amivel az egész rendszer javítását tudjuk figyelni. És újabban, a legújabb ez a maillab szolgáltatásunk, ahol pedig már hasonlóan az autógyári prezentációhoz hasonló megoldást tudunk nyújtani, hogy kvázi a telephelyvezetők vagy a gyáregységvezetők kezébe adunk egy olyan eszközt, amivel már ő saját maga tud bizonyos alapjeleket a mesterséges intelligencia által vezérelni. És én még azt gondolom, hogy ezek ilyen finom hangolások inkább, tehát nem a lényegi döntéseket hozzák meg, hanem finomra hangolják a döntéseket, és ilyen, a Mitsubishi által mindig ilyen óvatosan nyúl ezekhez a rendszerekhez hozzá. Tehát, hogyha a hőmérséket kell változtatni, akkor még nem próbálja a globális felmelegedést is és a hatásra lenni az eszköz, hanem csak ott a területen megoldja a problémákat. Amikor nagy rendszerekről van szó, akkor természetesen ez sokat jelent a kis módosítás is. Köszönöm szépen. Köszönöm. Kedves Horváth Iván, azt lehetett érzékelni a prezentációdból, hogy már régóta foglalkozol ezzel a területtel, és igen mélyen. Hogy került az életedbe ez a vonal? Alapvetően 20 éve dolgozom a Siemensnél, itt is kezdtem, kvázi mindig is a Siemensnél dolgoztam, és az autóipar volt ez a terület, ahol projektekkel foglalkoztunk, gyárépítések, fővállalkozói projektek, alvállalkozói projektekben villamos kivitelezés és hozzátartozó PLC programozás, és ugye az autóipar, a repülőgépipar vagy az akkumulátoripar az a terület, ahol nagyon jellemző, hogy a technológiával és a fejlesztésekkel előre fele mennek. Tehát az a terület, ahol minél korábban szeretnék az új technológiákat alkalmazni, mert nagyon fontos számukra a hatékonyság. És ezt látom én az autógyárakban, a magyar autógyárakban, és ahol járunk és projekteket megvalósítunk, hogy mindig keresik a lehetőséget, hogy lehetne, ha mesterséges intelligencia vagy bármilyen más szoftveres megoldással fejleszteni a sorokon. Ugye rá tudok csatlakozni ugyanazokra a témákra, amit a kollégák itt előttem is felsoroltak. A Siemens ugye egy nagy multinacionális cég, rengeteget investál ilyen mesterséges intelligenciás területekbe, startupokat vásárol föl, mint hogy a prezentációmnak az utolsó fóliával is szerepelt, azt látjuk, hogy ez a jövő. Tehát mindenképpen ebbe az irányba kell lépéseket tenni, és amelyik cég nem fejleszt ebben az irányba, az előbb-utóbb le fog maradni. Kőbánya egyike Budapest azon kerületeinek, melynek területén nagy számban találhatóak parkok és zöld területek is. Ez az év mindennapján számtalan kikapcsolódási lehetőséget biztosít a kerületben lakóknak. De a nyári meleg napokon különösen fontos, hogy sok a fákkal borított árnyékos tér. Az egyik közkedvelt kőbányai zöld terület az Újhegyi tó és környéke, melynek létrejötte és története egyaránt izgalmas múltra tekint vissza. Igazából jelentős múltja a kőbányászatnak van, és kezdetben az agyag, ami itt található volt, az mellékesen termelődött, hiszen a kőzet az nem a felszínen van, azt el kell érni, és a feltalajt el kellett takarítani, és akkor annak egy nagyon jelentős része agyag, ami előkerült, és azokat csak úgy félredobták. Nagy halmok keletkeztek, és ezeket próbálták hasznosítani, és hát így jelent meg a téglagyártás az 1700-as évek végén.
Amikor az igény növekedett, ez már a 19. század eleje, tehát 1800-as évek eleje, a reformkor ide történő nagy építkezések, aztán a kiegyezés utáni ipari fejlődés például sok építőanyag szükségletet hozott, de hát a tragédiák is, például 1838-as nagypesti árvíz után ugye a város nagy részét újjá kellett építeni, és kevés volt ehhez a kő, a kőbányai kő. Ezt valamivel ki kellett pótolni, de hát az az építészeti anyag, ami rendelkezésre állt, a vályog, az a víznek nem állt ellent, ezért új építési anyagot kellett keresni, és erre tökéletesen megfelelt a tégla. Úgyhogy téglagyárat telepítettek ide Bécs mellől, és akkor már az agyag jelentősége is megnőtt. Egészen a 1980-as évekig működtek Kőbányán téglagyárak. Hát bonyolult a számítás, itt összevonások is történtek, megszűnések, új gyárak születtek, de összességében mintegy 35 téglagyár működött ezen a területen. Tehát azt lehet mondani, hogy a Pest környéki igényeket nagy mértékben a Kőbányán működő téglagyárak elégítették ki. Kezdetben a kézi munkaerő volt a jellemző, szokásos eszközök, a csákány, az ásó, a kapa, a lapát és a talicska. Hát csak abban gondoljunk bele, hogy amikor téglával megpakoltak egy talicskát, az 270 kilót nyomott, tehát azt megemelni nagyon komoly fizikai munka volt, és bizony a körülmények sem voltak rózsásak. Nagyon sokan például főleg télen a pemencékbe laktak, és amit nappal használtak talicskán, azon aludtak. Nagyon sok volt a vendégmunkás, elsősorban Lengyelországból jöttek ezek a vendégmunkások, és ma már könnyű őket úgy beállítani, hogy igénytelenek voltak, de elsősorban nem ez volt a céljuk, hiszen ők azért jöttek, hogy otthon a családot minél jobb körülmények között eltartsák, tehát az elsődleges céljuk a takarékosság volt, és minden egyes fillért próbáltak megfogni és takarékoskodni, tehát a szálláson is takarékoskodtak, és amint csak lehetett, úgyhogy részben a bérek is nagyon alacsonyak voltak, részben pedig saját maguk is minimálisra szorították az igényeiket. A munkásmozgalmi ellenállás nagyon erős volt ezeken a területeken, hát lépten nyomon sztrájkokkal találkozunk, amit nagyon keményen levertek. Például megtörtént olyan eset, hogy éjjel rájuk törtek, és fahusángokkal üzték vissza őket a munkahelyükre. Hát nagyon kellemetlen volt a helyzet, mert ugye jöttek a nagy századvégi világkiállítások, millennium új kiállítás, hatalmas építkezések voltak, és akkor az itt dolgozók megérezték, hogy most van lehetőség arra, hogy egy kicsit jobb béreket alkudjanak ki maguk számára, úgyhogy itt nagyon kiéleződött ebben az időszakban az ellentét. De hát összefoglalva, nagyon nehéz munkát végeztek nagyon kevés bérért. Kőbánya területén mintegy 35 téglagyár volt az 1800-as, 1900-as években. Napjaink Újhegyi lakótelepének és Újhegy parkjának alapjait ezeknek a gyáraknak a működése és a gyárak által használt terület újjáépítése adta meg. Maga ez az ipari tevékenység nagyon-nagyon beleszól a táji környezetben, nagyon átalakítja azt. Már a kőbányászatnál is, ugye kezdetben a felszínről bányásszák a követ, ugye a feltalajt eltakarítják, és nyílszíni kőfejtés történik. Igen ám, viszont a felszínen pedig ugye szőlőket ültetnek, és az egyik legjelentősebb borvidék ezen a környéken, abban az időben a kőbányai, és ráadásul igen jófajta borokat termelnek, akkor például nagyon híres volt többek között a kőbányai aszú. Tehát még aszúbort is termeltek, és hát azok a földtulajdonosok, akik szőlőt termesztettek, de azért a bevétel érdekében hozzájárultak ahhoz, hogy követ bányásszanak a telküknek a végén, egy idő után arra jöttek rá, hogy a kőbányászat elviszi a földterületet a szőlő elől.
Tehát ha egyik ujjamat harapom, az fáj, ha másikat harapom, az fáj alapon. Ezért történt az meg, és ez szerencsére a puha mészkő lehetővé tette, hogy a felszíni bányászatot átvette a föld alatti bányászat, tehát az akna és tárna szerű kőbányászat. Igen, ám ez, de ezt az agyak kitermeléssel a téglagyárak esetében ezt nem lehetett megtenni, úgyhogy mint egy ilyen Old Bailey sebzett táj, vagy egy háború utáni táj hatalmas nagy területeken bontotta meg a felszínt az ipari tevékenység. Bányatavak alakultak ki, ezen a területen is három jelentős nagy tó volt, például itt a Gutmann téglagyár mellett, ahol esetenként, amikor elérték azt a talajszintet, akkor földbeomlások keletkeztek, vízbetörések, és így volt az, hogy ezeket a bányagödröket végül is a víz uralma vette át, és megteltek vízzel. Az itt lévő tavakat, amikor a lakótelep a 70-es években felépült, feltétlenül rendezni kellett, hiszen ilyen nagyszámú lakosság meleg, de hát egyébként sem maradhattak meg, hiszen veszélyesek voltak. És akkor az a döntés született, hogy a tavak nagy részét betömik, egyet meghagynak, redukálták, tehát jóval kisebb ez a tó, mint eredetileg volt, és egy pihenőparkot építenek köré. Volt ennek azért gazdasági oka is, hiszen a környéken lévő gumigyár még működött, és ebben a bányatóban lévő vizet ipari hűtővízként használta, és pótolta vissza. A parkrendezéssel került ide ez a tégla kiállítás, hiszen a földmunkák nagyon-nagyon jelentősek voltak. Én akkor gimnazista voltam, és gimnazistaként dolgoztam itt, úgyhogy emlékszem rá, hogy hihetetlen méretű földmunkagépek voltak, tehát hatalmas és nagyon nagy erejű földmunkagépek, gondolom ezek valami katonai eszközök lehettek, amik megcsinálták a teleprendezést, és utána pedig az itt lévő gyárak, iskolák, dolgozói, tanulói, illetve a környező lakosság nagyrészt társadalmi munkába építette fel a parkot. A kőbányai gyárak örökségét találjuk az Újhegyparkban megépült téglamúzeumban. A parkban helyet kapó különleges múzeum az árnyékban megtett séta mellett érdekes programként szolgál. A múzeumnak a eredete, illetve ennek a kiállításnak az eredete, az arra vezethető vissza, hogy annak idején Vitrai Tamás készítette egy vetélkedőt, aminek az volt a címe, hogy fekete-fehér, igen-nem. A vetélkedő célja az volt, hogy településeket versenyeztettek meg a saját környezetüknek a múltjával kapcsolatban, hangzottak el a kérdések, és hát a végül is a győztes az megnyerhette azt, amit egyébként is meg kellett volna, hogy kapjon, egy óvodát lehetett nyerni. Ez egy nagy volumenű kőkapcsolásos élő közvetítés volt. Volt minden településnek, így kőbányának is egy csapata, egy 5-6 fős csapata, de ott a sportcsarnokba ott ült mögöttük fél kőbánya, tehát végül is az egész lakosság versenyzett. Most amikor a vetélkedőnek vége lett, ugye az a közösség, aki elkezdett kőbánya múltjából felkészülni a vetélkedőre, annak nagy része vagy jelentős része együtt maradt, és a megkezdett munkát folytatta. És amikor már arra is lehetőség volt, hogy az így összegyűjtött emlékeket, tárgyakat némi szerény módon de bemutassák, akkor Gecse Albert és Tomaskovics Sándor a náluk már addigra összegyűjtött téglákból ajánlott föl mondjuk egy 50-60-at. Ez volt a kiinduló pont, de néhány éven belül aztán annyira fejlődött ez a gyűjtő mozgalom, hogy így mondjam, hogy már elérte az ezres nagyságrendet. Ennek elősegítője volt, hogy a 70-es évek végén kőbányán nagyon nagy mértékű bontásokra került sor,
és bizony akkor járták ezeket a bontott épületeket, és ott gyűjtötték be a téglákat, és hát a téglagyártás ugye jellemző volt, hogy általában a gyárak közelébe használták föl, mert nagy mennyiséget kellett ugye messzire szállítani egyébként, úgyhogy ha lehetőleg a legközelebb területeken használták föl, úgyhogy azt lehet mondani, hogy akárhova nyúltak, kőbányai téglát találtak. Elmesélésekből tudom, hogy egy idő után már az volt a gond, hogy olyan nagy lett a gyűjtemény, hogy nem tudták fejben tartani, hogy ilyen téglájuk már van-e, vagy nincs, amikor kint voltak a terepen, ezért ilyen kis silabuszokat készítettek maguknak a téglajegyeket fölmásolva apró cetlikre, és azokkal ilyen katalógus szerűen próbálták eldönteni, hogy ez a tégla rendelkezésre áll-e, vagy nem. De bizony sokszor behurcoltak a gyűjteménybe olyan téglát, amiből lehet, hogy már 3-4 példány is volt. Az ő munkájukat segítette az Első László gimnáziumnak egy helytörténeti közössége, akik részben a téglák rendszerezésében vettek részt, nagy részben pedig a tégláknak a tisztításában, hiszen ezek a téglák falakból kerültek ki, tehát malter maradványokkal, beton maradványokkal, és ezt az elég szakszerű módon úgy kellett megtisztítani, hogy lehetőleg a rajtuk lévő téglajegyek sértetlenek maradjanak, és hát esztétikailag is jól nézzenek ki a téglák. Bardóc Attila tanár úr, aki történelem szakos volt, a diákoknak az összefogója. 4 tabló van, 2x4 méteres egy-egy tablónak a mérete, és hát hol lehetne szerencsésebben elhelyezni bemutatandó téglákat, mint egy falba. Tehát szerintem az ötlet ilyen értelemben elég nagyszerű. Az első tablónak, hát én egy olyan címet adnék most hirtelen, hogy történelmi téglák, hiszen aki ide ellátogat, és megnézi, és beazonosítja őket, segítő táblák ebben nyújtanak segítséget számukra, akkor azt veheti észre, hogy a Nemzeti Múzeumnak a főlépcsőjéből elbontott téglák találhatók a első két szinten, és az alatta levő sorokba kezdődnek el a kőbányai téglák. De itt is azt mondanám, hogy a kezdeti időszakokból, tehát Antoine Bizbak, akinek nagyon érdekes, ha megnézzük a téglajelét, hiszen az AM, ami ugye a monogramjából adódik, közé egy császári sasos címert helyez még a kezdetekben. Egy idő után pedig itt megláthatjuk, hogy az a császári címert fölváltja a magyar koronás címer, és még egy kis idő elteltével pedig már megfordul a monogram, M.A., Mizbak Alajos, tehát magyar módra, hogy így mondjam, írja rá, ahol a vezetéknév van elől, és a keresztnév van alól, és ugye az aláírásokból látom, hogy egyébként úgy is írja alá, hogy Mizbak Alajos. Tehát így lehet látni, hogy egy osztrák, izigvérig osztrák család, aki kőbányára kerül, az hogyan magyarosítja el saját magát. De hát sokat látunk ilyet, a Lechner-Ödöntől kezdve Freszigyesig, tehát tudnánk sorolni a különböző családokat. Itt az egyébként jellemző volt ez a hozzáállás, tehát minél hamarabb akartak megtanulni jó színvonalon magyarul beszélni, amikor lakossági, mondjuk ilyen mai szóval gyűléseken voltak, hogy megbeszéljék a kerületnek a ügyes-bajos dolgait, hogyan továbbot, ha véletlenül valaki németül szólalt meg, akkor egymást figyelmeztették, hogy magyarul mondjat. Tehát igazából ez egy ilyen szerves fejlődésnek a lenyomata. Tehát ha valaki értő szemmel olvassa ezeket a téglákat, akkor egész érdekes történeteket tud belőle kiolvasni. A múzeum az évek alatt sok változáson ment keresztül, de mára parkosított környezetben a téglafalak között játékos magyarázó ábrákkal várja az érdeklődőket, akik kíváncsiak a téglagyárak történetére. A 70-es évek közepetáján, végetáján készült el a park.
és sok mindenre gondoltak, de igazából a tulajdonviszonyokat nem nagyon rendezték. Hát én megmondom őszintén, ma se tudom, hogy ki a tulajdonos ezeknek a tablóknak. És magát a parkot a kor szokásainak megfelelően, ugye nagy sinadratták közepette, ünnepélyes keretek között adták át, és annak idején volt egy tábla, Szocialista Brigádok Parkja volt akkor a hivatalos elnevezése, ami ezt hirdette. És az idő múlásával is megtörténtek rongálások is, meg a természet is megtette a magáét, de a rendszerváltás közepében ezeknek a feliratokon azért megjelentek a politikai üzenetek is, meg a régi rendszerre vonatkozó jelképek értelemszerűen letörésre kerültek, és hosszú évekig rongyolódott le, hogy így mondjam, maga a terület. Jöttek a grafitisek, viszonylag kevésbé forgalmas helyen van ez a terület. Akkor még nem létezett az uszoda itt a környéken, tehát a parknak is egy hátsó részén található. És hát a végén egészen botrányos körülmények közé, hát ott dönteni kellett a jövővel kapcsolatosan. És Sándor, aki a kőkertnek volt az igazgatója, jött az ötlettel, hogy ez kerüljön felújításra. Az önkormányzat támogatásával a kőkert kezdte a renoválási munkákat. Mi hozzáadtuk a helytörténeti gyűjteményről azt a tudást, amit a park múltjával, a téglagyártás múltjával kapcsolatban összetudtunk szedni, de a legfontosabb szerintem az, hogy a Zrínyi Miklós gimnázium diákjai megtisztították ezeket a téglákat. Nem volt könnyű, elég kemény vegyszereket kellett használni, tehát védőruhába, védőállarcba, ugye a tűző napba, és bizony egy délutánra tervezték, de három kemény napjuk ráment, mire ez megtisztításra került, és az iparosok pedig a javításokat elvégezték. A kőkert kertészei ugye a kertészeti munkákat, és magát a felületet pedig ilyen graffiti ellenes valamilyen szerrel bekenésre került, ami tökéletes védelmet nem nyújt, de arra igen alkalmas, hogy időnként ezt sokkal könnyebben le lehessen tisztítani, mint máskor. A Téglamúzeum egyik különlegessége, hogy teljesen szabadtéri, így éjjel-nappal üzemelő múzeumként tartják számon. A nap bármely időszakában ingyenesen látogatható.